Smooth indulás. Hello, sziasztok, Sirius vagyok, és ez a rendkívül későn megkezdett Need for Speed streamünk. Hibák történtek, mistakes were made, ugyanis az a helyzet, hogy tegnap ugye Star Citizen streameltünk, és a Star Citizen stream is nagyon-nagyon későig tartott, így nagyon elhúzódott egyébként. Nyilván azért, mert élveztük, nyilván azért nézzétek vissza azt a streamet a teljes kép érdekében, azért ez nem egy ennyire egyszerű rövid véleményezése a Star Citizen jelenlegi állapotának. Viszont... az igazi probléma az, hogy miután lelőttük a streamet, visszaültem még Star Citizenezni. Illetve nem is pont Star Citizenezni, hanem így nézegetni dolgokat, olvasgatni dolgokról, hajókat nézegetni. Mit tudom én, szóval, hogy ott már így elmentek dolgok olyan irányba, ahova nem kellett volna elmenniük. Illetve egy másik... Szia Hunter! Mi a helyzet, hogy sűnt? Illetve egy másik szignifikáns probléma van egyébként jelenleg. Már egy ideje tart, hogy nem tudok elaludni esténként. Ez nálam viszonylag szokásos. Gyakorlatilag bármi történik, akkor utána nem tudok elaludni. És most az van, hogy a Throne első regényt hallgatom. És jó. Nem találkoztam mostanában jó Star Wars regénnyel egyébként. I have you covered. De hogy ez jó. És így marha nehéz rá elaludni. Annyival egyszerűbb elaludni, ha rossz az, amit olvas az ember. Izargudnak nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozott egy szabot Hunternek, de ez igazán pazarlás, mert annyit ez a stressz nincs itt. De nagyon szépen köszönöm ettől függetlenül természetesen. Szóval jó. És beállítok, tudjátok, ilyenkor este, amikor az ember lefekszik, hallgatja a könyvet, aktív zajszűrős fejhallgatóval, tök chill az egész egyébként, nagyon-nagyon király ilyen aspektusában. És... hallgatom a könyvet, és be van állítva fél órára, fél óra után leáll. Elérünk ez a fél órához, jó, semmi baj, akkor még fél óra. Elérünk annak a fél órának a végéhez is. Jó, semmiből akkor még fél óra. És mikor eljutunk annak a fél órának a végéhez is, és rájövök, hogy hajnali 3 van, és még mindig nem alszom, de cserébe föl kéne kelnem legkésőbb 7-kor, ami 8 szokott mostában lenni, de 8 órakor, ha kellek, nem tudok elkezdeni 9-kor streamelni. Egyszerűen nincs készen még az agyam rá. Szóval, hogy fel kéne kelnem 7 és 8 között, és ilyen ain't gonna cut it, mate. Én gonna cut it. úgyhogy ja, ez történt igazából, nem tudtam, nyilván nagyon sokáig fenn voltam este, reggel nem tudtam időben felébredni, és aztán rájöttem, hogy tegnap este nem mentem el fürdeni, hogy majd reggel elmegyek, ami szintén ilyeket menni, szóval értitek. Az összes ilyen dologba beleakadtunk. Úgyhogy ez most csak egy ilyen nagyon-nagyon rövid stream lesz, hogy én sokkal tovább nem tarthatom. Tehát, hogy mondjuk akkor nem lőjük le fél egykor, hanem lelőjük egykor. De hogy igazából az is csak másfél óra. Sajnos, most csak ennyire van idő, mert ettől függetlenül az adventi kalendárium projekttel haladni kell, ettől függetlenül a délutáni stream sem rossz dolog, sőt az helyzet, hogy hát mondjuk ezt nem hiszem, hogy bele fog férni. De, ahol lehet, hogy egy kicsit tarthatjuk tovább. Mondjuk fél kettőig még talán tarthatjuk. Ilyen egyik fél kettőig tarthatjuk. Audiobookot streamelni lehet? Hát valószínűleg nincsen senkinek eszköze a kezébe, hogy megállítson, de hogy... De ja. Na mindegy. Szóval, Need for Speed. Ott tartunk jelenleg a Need for Speedben. hogy... befejeztük a sztorit, borzalmas volt a történet, de hála az égnek nem kell ezzel foglalkozni, hanem szeretnék még egy autót összerakni. Van már egy halom autóm, van a kedvencem, ugye nyilvánvalóan a... Igen, az egyes Golf,
nyilván nem erre gondoltam, hanem oké, akkor My Ride, jó, akkor mindegy, szóval My Ride. Nyilván van a kedvencem, a Porsche-m, amit én nagyon-nagyon szeretek, szerintem nagyon állatul néz ki. Ezzel toltuk végig, ez a legmagasabb szintű autónk, ez van a legjobban felhúzva. Ha játszani kellettek a tört szerverem pölöbb WoW, akkor bannolná a Twitch? Szerintem nem. Kivétel nagyon látványos, hogy nem eredeti. Ha nagyon-nagyon látványos, akkor lehet, hogy ha nyomás gyakorol a játék fejlesztője, és nem csak miatta, tehát miattad nem fog nyomás gyakorolni. De hogyha így nagyon sokan csinálnak, akkor lehet, hogy nyomás gyakorolna, akkor lehet, hogy bannolna. Ó, Hunter azt írja, hogy hogy kivág. Ó, bocsánat, akkor ne rám hallgassanám a srácra, aki tudja, hogy miről beszél. Hunter azt mondja, hogy a tört WoW-ja kivág, és Hunter szab, szóval ő tudja, miről beszél. Na, szóval imádom ezt a Porsche-t, nagyon szeretem. Úgyhogy ez gyakorlatilag a main autónk. Van egy 1-es golfunk, ezzel az ég egyet a világon nem csináltunk semmit. Egyszer majd, ha lesz rá pénzünk, felhúzzuk, de hogy igazából a poénból vettük, és poénból áll még mindig a garázsban. Van egy Nissan 350Z-nk, ez az Underground 2-es cucc egyébként. Elnézést. Szóval ez az Underground 2-es cucc. Ezt a Drift storyline befejezéséért kaptuk. Grand Strategy. Nem. Nem szeretem őket. Kipróbáltam egyébként, de nem szeretem őket. A körökre osztott Grand Strategy-ket alapvetően nem szeretem, de amúgy sem. Én nekem azok valahogy nem tudom, nem adják ki. Nagyon lassúak. Nem tudom, nem élvezem őket annyira. Mondom, az ilyen körökre osztottaktól meg falnak megyek. Tehát ilyen a körökre osztott játék mechanikától falnak megyek. Nem tudom miért. Engem nagyon zavar. Ez nem jelenti azt, hogy értek, de engem nagyon zavar. Szóval ez az Underground 2-es, hiszen ez a Drift storyline-ért kaptuk. Ez ugye a Most Wanted-es BMW. Pont úgy tuningolva, mint a Most Wanted-es BMW, szóval ez gyakorlatilag teljesen ugyanaz. Vannak rajta olyan tuningok, amiket szerintem egyébként meg se lehet csinálni. Tehát például ezt az ablak dolgot, ami rajta van, azt nem vagyok benne biztos, hogy amúgy a játékban meg lehet csinálni. Bárhol. Mindegy, ettől függetlenül ugye itt van ez a BMW, ez azt hiszem a teljes storyline-nél járt. Itt van ez a kezdőautónk egyébként, ezt egy ideig tuningoltuk, de aztán inkább autót cseréltünk, amint el lehetett érni a Porsche 911-et. Itt lenne egy új LED az alaplapon, ami eddig nem világított volna pirosan, de most pirosan világítana. Ez olyan jó hír, de mindegy. Ezzel kezdtünk, igazából ez ennyi, és csak nosztalgiából van itt, nem fogjuk már használni ezt soha. Ezt az autót, ezt az RX-7-ünket, ezt driftelésre raktuk össze, ez egy fullra driftre húzott autó, szuper minimalisztik optikai tuninggal egyébként, csak a festése az, ami különleges, viszont belül egyébként ki van pimpelve rendesen. Tehát, hogy ez az autó is olyan, hogy ez aztán ki van pimpelve rendesen. Van még autóm? Van egy Skyline-om, de nem is emlékszem, mire kaptam. Le, azt hiszem ezt a Skyline-t, ezt a verseny storyline-ra kaptam. Maga a Skyline nyilván tök szép, de nekem ez a festés is nagyon tetszik, tehát a narancsárga is nagyon tetszik a fekete motorháztetővel, de ezek a matricázások nem. Igen, ez meg ilyen Underground 1-es emlékautó gyakorlatilag. És van még egy autónk, nem még kettő autónk van ezek szerint. Van kettő, én kiírnám mi ez a vacak, honnan kéne nekem ezt fejből tudnom. Ford, Raptor, Predator, valami ilyesmi. Raptor. F-150 Raptor, ez a gyengébb autónk, amin több az optikai tuning, ezt kaptam a terepversenysorozatnak talán a befejezéséért. Én nem értem, hogy miért kéne leültetni egy ilyen autót, és miért kéne így kifordítani a kerekét. Ha valami nagyon brutálisan hülyén néz ki, akkor ez az autó. Ezekkel a kipufogókkal, mit tudom én. És van még egy saját Fordunk is. De az valahogy nem fért ide. Nem tudom. A saját Fordunk nem fért ide. Van még egyetlen saját Fordunk, vagy eladtam? Van!
Szóval van még ez, ez szerintem sokkal jobban néz ki, ezt terepre vettem egyébként a terepversenyekhez. Ó, meg még van egy csomó autónk, kettő biztos. Szóval van ez a Fordunk, ezt terepversenyekre vettem, de nagyon-nagyon sokba kerül, hogy valóban használható autó legyen belőle. Tényleg nagyon-nagyon sokba, tehát hogy ilyen majdnem rá kéne költenünk még egy millió dollárt. Ha nem is egy millió dollár, de 800 ezer dollárt rá kéne még költenünk, hogy tegye a dolgát. Úgy igazán, ezt lehet, hogy egyszer megtesszük, lehet, hogy nem. Illetve, valószínűleg nem. Illetve van még egy bogaram. Ami egy ilyen kis állat, és imádom. Ezt végül ezt raktam össze terepversenyekre. Ezzel csináltam meg a teljes terep storyline-t. A gyakorlatilag töredékéből. Igen, tehát hogy ezt azt hiszem összeraktam egy olyan 200 ezer dollárból, 300 ezer dollárból. Matfekete is live, igen, én nagyon szeretem a matfeketét. Nagyon-nagyon szeretem a matfeketét. Meg nagyon szeretem azt a design vonalat, amiben csinálom az autóimat, úgyhogy... úgyhogy ja. Ez a kis dög, ez gyakorlatilag lehúzott minden versenyt. Iszonyatosan szét van pimpelve belülről is. Iszonyat, nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. Azt nézem, van-e még autónk? Nincs, ennyi autónk van. És még egy autót szeretnénk összerakni. Nem egyeztünk még meg egyértelműen abban, hogy mit. Az a helyzet, hogy arra gondoltunk, hogy a legmagasabb szintű autót akarjuk megcsinálni, de bevallom őszintén, én nem vagyok benne biztos, mert nem tetszik annyira. Megmutatom, hogy én mind gondolkozom, de hogy a nézőknek nem tetszett annyira az az autó, de én egyre inkább lehetségesnek tartom, hogy azt szeretném. És hogy nem izgat annyira, hogy a nézők mit szeretnének. Kitaláljuk, tehát hogy szeretnénk csinálni egy csúcsautót is. Most még egyelőre nincs rá pénzünk feltétlenül. Kell farmolni pénzt. Sok pénzünk van, de ennyire sok nincs. Kettő autó között vacilálok. Oké, mindenki van unlockolva egyébként már, ami szintekkel, meg ilyenekkel kiunlockolható a játékban. Ami nincs kiunlockolva, azok a gyűjtögetős cuccok. Tehát a szedj össze minden vackot, 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 de ezek ilyen speciálisan már tuningolt autók. Tehát ezeknek az alapautói, azok elérhetőek, csak azon belül speciális tuningok vannak. Szavazás szagot érzek? Nem vagyok benne biztos. Szóval, gondolkoztunk ezen. Königszeg, ez a leggyorsabb tuningolatlanul. Nem tudom, hogy ez a leggyorsabb autó, ami valaha lehet a leggyorsabb, de ez a leggyorsabb. Akkor lehetséges, hogy három autó között gondolkozom. Én bevallom őszintén, nekem ez nem tetszik annyira. Tehát ez nekem nem tetszik annyira. Nyilvánvalóan abszolút, tehát hogy igazából rámehetünk, mert ezzel sincs, hogy tök állat, meg tök király, de hogy nekem személy szerint nem tetszik annyira. Amin gondolkozom én elsősorban, és amire én a legjobban hajlok, az ez a Ferrari. Nem tudom, ennek ilyen tök, nem tudom, tök különleges a formája. Tényleg nem tudom megmondani, valami miatt tetszik a formája egyébként. Tehát hogy ennyi igazából az, ami... Milyen nézőkről beszélne, szép. Valóságban jól jönne az a helyzet, hogy valóságban nem sok mindent tudnék vele kezdeni, egy olajcserét nem tudok kifizetni. De nyilván eladnám. Szóval, hogy van ez a Ferrari, én ezt szeretném a leginkább egyébként, bevallom őszintén. Én ezen gondolkozom a leginkább. Illetve még a Paganin. Nem, a Paganin nem gondolkozom. Szóval most valami elvont formájú autót szeretnék, őszintén szólva. Tehát, hogy most így, oké, megvannak már a... Megvannak már a szuper király autóim. Ha berekednék, az mennyire jó lenne. Tehát, vagy egy Lambón, és akkor azt most azonnal ki tudjuk pimpelni, nem. Oké, szóval, vagy ez, mondjuk ez rengeteg pénzt kell farmolni, mind a kettő össze. Tehát az a helyzet, hogy ezeket nem is tudnám ma megvenni. Ford GT? Van benne Ford GT, és egyébként ez nem néz ki rosszra az autó.
És valószínűleg, ha el tudtunk volna már jutni megnézni a Ford versus Ferrari-t, akkor ez van, igen, Ford GT 17-es. Az a helyzet, hogy egyébként ez is jól néz ki. Oké, okay, az a helyzet, hogy ez is jól néz ki. Ez mennyibe kerül? Holy guacamole, hát ez mennyire olcsó már. Hát mi ez a pleb jármű? Mehetnék gyakorlatilag BKV-val is. Oké, okay, tudjátok mit? Csinálunk egy szavazást. Szeti, itt vagy? Szeti nincs itt, fogadjuk, nincs itt. Oké, okay, csinálok egy szavazást. Paul. Melyik autó? Melyik? Az a Ford, a szuperautó egyet? Jó, minek hívjuk ezt? Melyik autó legyen a következő? Ferrari, Ford, GT, és az autó, aminek a neve se jut eszembe. A cserébe nagyon drága. Ó, ezt lehet a Königszeg. Königszeg. A Szabok szavazott a kettőt ér. És mondjuk legyen 3 perc, mert miért ne? Nem, egyre nem fontos, legyen 2 perc. Na, srácok, megy a szavazás? Megy a szavazás, én is szavazok. Vagy az én szavazatom, az 2-t ér azért, mert szab vagyok? Váó, wow, elég egyoldalúan Ferrari amúgy egyelőre. A Ford is, mondjuk jön fel a Ford. Na, srácok, megy a szavazás? Akik telefonról szavaznak, azok úgy tudnak szavazni, hogy per vote szóköz 1 a Ferrari, per vote szóköz 2 a Ford, per vote szóköz 3 a Koenigsegg. És az a helyzet, hogy most már a Ford nyer. Nekem a Ford ez teljesen, telefonról nem lehet szavazni, de hogy nem lehet szavazni? Hogy ne lehetne szavazni? Oké, okay, elment a Ford. Ennyire szeretitek a Fordot? Wow. Az egyébként az annyiban tényleg előnyös, hogy az elég olcsó. Lehet, valószínűleg a tuningjában... Miért ilyen olcsó a többihez képest egyébként? Mondjuk ez a Ferrari ez azért nagyon állat. Isten, megszavaztatni és aztán megvenni mégis a Ferrari-t? Ez nagyon bunkó dolog, ugye? Nem, ha megszavazzátok a Fordot, akkor a Fordot vesszük. Aztán elkezdünk forzázni és ott majd megveszük a Ferrari-t. Nem bunkó, tedd azt. Ja igen, mert te a Ferrari-re szavaztál. Ez nem szép dolog egyébként, hogy szavazás közben az egyiket mutogatom folyamatosan. Erre mutogassuk a másikat is. A Koenigsegg az hála az végnek le van maradva, tehát hogy az a veszély nem fenyeget. Most megnézem, hogy most emilyen. Nem bunkó, demokrácia and practice. Nem tudod mi a parancs. Per vote szóköz 1, a Ferrari per vote szóköz 2. A Ford per volt szóköz 3 a Koenigsegg. Hát a Ferrari nyert. Nice! Csak egy kicsit kellett belenyúlnom a dolgokba. Oké, okay, szóval Ferrari. Most nem tudjuk megvenni nyilván, mivel hiányzik még hozzá 400 000 dollár. Ami azt jelenti, hogy most elmegyünk és szerzünk pénzt. És szerintem a stream végére meg fogjuk tudni venni, én azt viszonylag reálisnak tartom, hogy a stream végére meg tudjuk venni. Az egy másik kérdés, hogy felpimpelni is fel tudjuk-e. Ez egy új verseny. Szerintetek, ha így kisebb autóval indulok, meg tudom nyerni? Annyira érdekel, hogy vajon mi történik, ha egy kisebb autóval indulok. Ford versus Ferrari film spoilermentesen vezet alattál? Hát csak azért, mert én még nem láttam. Azt már mindenki meg tudta nézni, aki nagyon meg akarta. Csak én nem jutottam még erre. Nagyon le van húzva az effektek hangereje.
Nagyon, hogy lehet itt megtalálni? Ez most... Jó. Mindig le van hangja az autónak. De hát... Repülj a bogárral is! Ah, nem szeretem a terepversenyeket. Őszintén szóval nem szeretem a terepversenyeket. De mehetünk majd vele egy párat. Egymás után nagyon sokat nem. Újra raktam ugye a gépet, és nem tudom, hogy mi történt, vagy nem tudom, hogy mi lett más. Igen, valami nem oké az FPS számmal. Egyre szeretném, ha összeakadna valamivel. Az a helyzet, srácok, hogy lehet, hogy akkor azonnal lelőném a streamet. Én lélekben ma nem állok erre készen. Jössz, vegyük le high-ra. Lehet, hogy nem ultrán volt. Nem emlékszem a gyors gombokra. Mert nem emlékszem. Nem, valami nem jó. Mindig most nem tudom, hogy nem úgy értelmű megmondani. Nem akadt, de akadt valószínűleg nálad is, csak nem volt annyira... Star Citizen betett a gépednek. Ja igen, a Star Citizen megmutatta, hogy... Hát nyugodtan lehet is szaggatni, nincs ezzel semmi baj. Menjél már innen! Oké, szerintetek? Megpróbáljam? Megpróbálom. Mit veszhetünk? Miért értek ez a verseny egyáltalán? Play solo. Igen. Ha lehetne. Ha lehetne, nem izé. Nem multiplayerben veretném szét magam. Ha valamilyen autós játékban akarnék multiplayerezni, de mint Need for Speed. Ahol itt történnek dolgok és így. Jó, azért itt már elég pimpelt verdákat hoznak az ember ellen. Azon gondolkozom, hogy a Porsche-ba be tudok-e rakni valamit. Illetve a másik, amin gondolkozok, hogy be kell-e raknom valamit. Hát lehetséges, hogy igen. Hoppá. Nem vagyok benne biztos. Annyira nem tartjuk magunkat szuper rosszul. Mert arról nem beszélve, hogy most az első kettőt nem látjuk. Annyira elhúztak a retekbe. De szagot a játék. Szagot a játék. Most nem tudom meg. De így végül is Need for Speed, tehát hogy alapvetően... Az elején se futott jól. Szerintem ezt még lehet, hogy akár be is tudjuk húzni, ez egy körverseny. Hát ez mennyire biztos, hogy Nitróval se közeledünk. Jött egy Nvidia update? Nem tudok róla. Mert arról nem tudok, hogy telepítettem Nvidia update-et, biztos, hogy jött. Kell két PC egyébként.
Nem fogom sem megúszni ezt az egész két PC stream setupot. Egyszerűen ezek a játékokkal nem lehet bírni amúgy. Úgyhogy ezért... Weird flex, de hogy lassacskán másfél millió körül van a gépem értéke. Az értéke nem feltétlenül, mert de hogy az ára. Mert hogy ugye nyilvánvalóan valamennyit vesztett az értékéből a... Ez most egy bátor cucc van. Tehát, hogy nyilván öregednek el alkatrészek, vagy mit tudom én. De ugye belepakolt pénz, és ennek ellenére rendszeresen összeakad a valami a valamivel. Well, az ez az első, nem nagyon lesz én szerintem. Mert így gyomorra. Streamergépnek nem kell annyira izmosnak lennie, nem. Nem. Streamergépnek nem kell annyira izmosnak lennie. Össze kell raknom egyébként a konfigot, mert még lehet, hogy el is tud, tehát lehet, hogy össze is tudnánk rakni valahogy így szponzorokkal, hogy ne nekem kelljen fizetnem a dolgot. Windows update, ez jött, ezt tudom. Nitrózom és így legyorsul, hát ez mennyire flash. Ó, nagyon jó. De még csak a második vagy? Jó Isten, mi az első? Ez mi az az autó vajon? Ah, az a Königs dolog. Nem. Nem. Oké, ezt most egy kicsit agresszívebben vettem ezt az első kört. Kicsit többet nyomtam a nitrót talán. Meg egy kicsit többet lögdösödtem, és akkor ez így most okés lesz. Vagy, hát reméljük. Ha nem rontjuk el nagyon, akkor okés lesz. Na, szóval, hogy igen, Pagani, csak nem jutott eszem a neve, mert azt rájöttem, hogy nem az. És erre is gondoltam, csak nem jutott eszem a neve az autónak. Szóval, ja, gondolkozom így egy izén, egy streamer PC-n. Őszinte leszek egyébként, még azon is gondolkozom, hogy AMD-re építem a streamer PC-t. AMD-s proci köré. Most nagyon-nagyon dicsérik az újakat egyébként, árérték arányban is, meg főleg ilyen tartalomgyártói aspektusában. Vágni valószínűleg ugyanúgy a mostani nagygépemen vágnék tovább. Azért ott a videókártya is nagyon-nagyon sokat segít. Valami nem jó az FPS-sel egyébként. Vagy a rángatózó effekttel nem jó valami. Tehát valami a kettővel nem, kettő közül nem jó. Fel, lehet, hogy csak a rángatózó effekt van, ami valami... Amit nem látom. Na mindegy, szóval, hogy... Hogy ja, most ez van, és akkor össze kell rakni, de tehát ugye nyilvánvalóan december közepe van lassan. Szóval, hogy ez most már idénre ez ilyen kicsit ilyen elásott projekt. Jövő év elején fogunk tudni újra elkezdeni rajta szerintem dolgozni. Ne, ez baj, ez baj. Annyira vicces egyébként, azóta is olvasgattam kommenteket Need for Speed kritika alatt. És egy csomóan a fizikáján lovagolnak, és ilyen... Aj, srácok, ez egy Need for Speed. És értem én közben azt is, amire gondolnak, csak nem igazán írják le pontosan, hogy a régi Need for Speed-ekben, az Underground Most Wanted vonalban árkádi volt a vezetés, de nem volt ennyire árkádi. De hát akkor is, hát igazából ezt is meg tudjuk nyerni, csak itt egy kicsit jobban kell dolgoznunk. Szia, Szeti!
Technikát amúgy is február-március környékén érdemes venni. Én nem fogok venni streamer PC-t. Az helyzet, hogy... hogy én nem... Nem tudom. Én nem hiszem, hogy én venni fogok. Azért ez mégiscsak akármennyire budgetban gondolkozunk, akkor is 300 plusz. Értitek? Játékoknál felemás a helyzet, van ahol jobban teljesít, valahol nem. De nagy különbség ott sincs. Hát az a helyzet egyébként, hogy a játékok engem annyira nem érdekelnek. Mert nem arra, nem azon futnának a játékok. Játékok a mostani gépemben futnának. Ezzel most azonnal nyertünk 70 ezret. Már is 800 fölött vagyunk, ugye 110 ezerre akarunk rávenni. Most akkor kihúzok belőle még 50-et. Utána szerintem megyünk egy másik versenyre, ahol sok pénzt ki lehet szedni belőle. És megpróbálunk össze tarhálni a lehető legtöbb pénzt, amennyi. Amilyen gyorsan csak lehet. Megvesszük az autót, és szerintem a feltuningolása az nem fog megtörténni. Biztos, hogy arra is kell valamennyi büdzsé, és abban nem vagyok biztos, hogy azunk lesz. Oké, már csak egy van hátra. Valahol a kanyaroknál kéne megelőzni, meg kigyorsítani. Hoppá, nagyon jó. Nagyon jó. Mert azt akartam mondani, hogy itt a kigyorsítós egyenes szakaszon nem fogom tudni. Itt nem tudom őket megfogni. Ami azt jelenti, hogy sajnos jobban kell vezetnem, mint ők. Általában elég csak nyomni a gázt, de sajnos most ez esetben jobban is kell vezetnem. Jó kis meló előtti stream, bizony. Hát ezeknek a délelőtti streameknek ez lenne a lényeg, de hogy vissza kell őket tolnom 9-re. Kezdés, de őszinte leszek, nem fog menni már karácsony alatt. Teljesen kizártnak tartom. Asszonypajtásra egyébként már számoljuk vissza a napokat. Most 16 nap van még hátra az ő szabadságának a kezdetéig. Az enyémig meg 15. Ja nem, akkor még van egy Hamid X stream talán. Hát ez mondjuk én már a szabadságra sorolom. Sort of. Tehát, hogy az legyen a legrosszabb, hogy egy FanVidX stream még van. Lett volna még egy charity stream decemberben, amire hívtak, de zsinórban a második év, hogy nem sikerül megcsinálniuk. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanazért az indokért, de hogy idén azért, mert nem ment volna rá elég videós. Szerintem ez szégyen. Én jeleztem, hogy én elmennék, és szerintem nem tudom, valószínűleg nem ment volna el elég emberke ahhoz, hogy ezt tudjanak kapni egy hosszabb chatty streamet. Nem DV-k, ezt nem DV-k csinálták volna, ez így egy másik kezdeményezés, nem akarom elmondani, hogy micsoda. De hogy nagyon vicces, hogy mennyire nem mozdulnak meg. És közben valahol nyilván érthető, mert nyilván az ember szeretne azzal foglalkozni, mivel szeretne foglalkozni. Nem feltétlenül akarja ingyen elszúrni az összes idejét mindenféle másoknak a tartalma gyártására. De egy charity streamet karácsony környékén azért csak össze lehetne hozni. Nem tudom. Mindegy, biztos én vagyok ezzel kapcsolatban egyébként túl kemény vonalas, hogy ennyit azért csak be tudna vállalni valaki, aki tartalomgyártással foglalkozik. Mindegy, délvéki az nem az lesz, az ugye szülinapi stream lesz. Úgyhogy az cool lesz, meg az... Hát ez összeülünk, társasozunk, meg teázunk, szóval ez nem egy... Az nem egy nagy cucc. Hát ez most egész könnyen ment már ez a második győzelem. És még így is fizetett egy kisebb vagyont. Szóval igazából tök oké. 35 ezerért neki menjünk-e még egyszer ugyanennek a versenynek. Az helyzet, hogy alapvetően miért ne?
Mert hogyha meg, tehát hogy nem kell újraindítgatnunk, meg tudom nyerni első próbálkozásra. Ja, azt a streamet azt várom egyébként, az fun lesz. Szeretem azt a társaságot, és mostában nem találkozunk eleget. Mert úgy értem, hogy mostában messze nem találkozunk eleget. Dévvel se sajnos. Hát alapvetően egyébként ebben nyilván elsősorban az van, hogy kettő-kettő dolog van. Egy, sokkal jobban koncentrálok arra, hogy az időmet ne daraboljam fel. Tehát, hogy ne menjenek el napok úgy, hogy hát akkor most átugrok Dave-hez, az csak egy óra lesz, de aztán ott maradok egész nap. Ezt régen rendszeresen csináltam. A másik pedig, hogy kiköltöztünk. Tehát, hogy ez nem... Inkább az elsőt érzem szuper hangsúlyosnak, mert a kiköltözés még nem lenne azért feltétlenül ilyen legyőzhetetlen akadály, de hogy azért az is akadály. Tehát ez, hogy én mondjuk nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk 1 óra 10 perc, 1 óra 30 perc forgalomtól függő, hogy mennyi időt térek el BV-khez, az se segít nagyon sokat. Ugye sokkal kevesebbet szereplek a Fun with Geeks-en, ami alapvetően azért van, mert kevésbé élvezem a társas játékokat. Hogy így nem tudom, így egy csomót. Ugye a Fun with Geeks-nél ott egy csomó különböző társasjátékkal játszanak, meg egy csomó ilyesmi van. És egy csomót nem élvezek eléggé, az a helyzet. Illetve a legtöbb társasjátékot nem élvezem eléggé, az a helyzet. Mindig a kis minigémeimet játszom. Nem tudom, valahogy, hát valahogy nálam nem maradt meg ilyen örökre ez a társasjáték dolog. Ott valószínűleg egy időben nagyon-nagyon sokat társasztunk, és egyszerűen valahogy nem tudom, nem élvezem annyira a társasozást. Ami most nyilván egy ilyen egy stream az tök más, de az, hogy értitek, ott legyek rendszeresen aktívan, az ugye sokkal nehezebb. És akkor ez nyilván, nem is tudom, nyilván azért problémás. Tatabányával előbb jutok a Szent Gellért térre, ez azért durva. Hát a keleti jó, gyorsan bejutok egyébként, akkor onnan még kimenni hozzájuk. Tehát azért ez így nagyjából ennyivel számolható. Ha nagyon ideálisan jön ki minden, akkor nem. Tehát hogyha nagyon ideálisan, akkor meg lehet tenni gyorsabban, akkor szerintem egy ilyen 1 óra alatt meg lehet tenni. De hazafele meg szinte biztos, hogy hosszabb lesz, mert szinte biztos, hogy nem állok fel időben, és emiatt nem érem el azt a vonatot, amit szeretnénk. Wow, az megvan, hogy ezt még pár körrel ezelőtt hogy izzadtunk, hogy megnyerjük ezt a versenyt, és most meg már folyamatos beszélgetés mellett hagyom őket ott. Istenem, mit van speed életérzés. Bár egyébként az is benne van amúgy, hogy nem mindig ugyanazokat az autókat dobja be, illetve azon is sorsa, hogy éppen melyik ellenfeled a legerősebb. Ugye változik, hogy melyik ellenfél körülbelül a legerősebb. És nem az autó teljesítményében az ugyanazok, de hogy ettől függetlenül ugye más az a képen, nagyon dominálja a versenyt, és függ attól, hogy ki dominálja a versenyt. Szóval, hogy ez nagyon azt is nagyon várom, viszem majd a Jodás Mamuszt, mint a régi szép időkben. Szóval, ja, alapvetően egyébként sokkal-sokkal jobban ki vannak használva napjaim, azért nekem most így elég sok időm telt el olyanokkal, hogy ide szaladok, oda szaladok, ezt csinálom, azt csinálom, és az utazgatás vitte el mindig a legtöbbet. Tehát mit olyan pulitronos időszakokra gondolok. Nagyon-nagyon sok, na 17 ezerért már nem éri meg. A pulitronos időszakban nagyon-nagyon sok ilyen volt. Nagyon sok ilyen volt. Offroad circuit, nem, köszönöm. Ezt jól látom, hogy ez 61 ezeret fizet. They see me rolling. Pulitronos időszakban nagyon-nagyon sokat utaztam, és az utazás az, ami rengeteg időt elvisz. Nagyságrendekkel több munkát lehet ténylegesen elvégezni, ha az ember nem utazgat jobban balra közben. Tényleg egyébként. Nagyságrendekkel több munkát. És ezt meg ugye nem feltétlenül várhatom, mert én se azért reálisan, hogy hozzám jöjjenek ki.
mert azért alapvetően én költöztem ki a retekbe. Volt egyébként, amikor jöttek, amikor nem voltam jól mentálisan, de ezt a versenyt, ezt rengeteget. Ez a verseny. Ez mióta fizet 61 ezre? De mindegy. Szóval... szóval amikor ilyen, az év elején ott volt egy időszak, amikor nagyon nem voltam jól, akkor jöttek ki egyébként. Imi is jött ki, Dave is jött ki, itt reggeliztünk kint, de hogy nyilván nem várhatom. Nyilván inkább én ülök be, én ülök fel a vonatra és megyek be, mint ők ki. Nem hiába vettem fel egyébként a Jodásma Muszta Vader Immortalban. Szerintem az ilyen szuper, szuper illeszkedik a contenthez. Azt egy kicsit hozzá kell tennem egyébként, hogy nagyon rossz élmény is, hogy soha, de soha nem fogok Jodásmamuszban VR-ozni, hogyha nem videóért teszem, mert hogy nagyon csúszik, nagyon-nagyon csúszik a Jodásmamusz. És hogy nagyon para. A Vader Immortal az ilyen tekintetben jó, abban nem nagyon kell lépegetni, meg semmi ilyesmit. De például a Total Recall-t, oh boy. Szóval a Total Recall-t, ezt nem vagyok benne biztos, hogy játszanám magam, az ilyen deadly idea-nek tűnik. A jó Jodás Mamusz. Kezdtem egy kicsit elhordani egyébként, de annyira szeretem. Hát azért ez nem volt rossz egyébként, amikor Dévékkel ilyen közel laktunk egymáshoz, és akkor ugye azért tök sokat lehetett találkozni. Most meg ugye Mátékkal lakunk annyira közel, szóval, hogy... szóval, hogy ez se rossz egyébként. Vasárnap például jönnek is át Máték. Ez tök jó lesz. Áthívtam őket VR-ozni. Mert ugye... nem vagyok benne biztos, most nem akarok hülyeséget mondani, ezt nyilván Máté tudná megmondani igazán, de nem vagyok benne biztos, hogy volt-e már a fején VR headset, de hogy olyan biztos, hogy nem volt, hogy tudott játszani vele azt, amit szeretett volna. Tehát, hogy így ki tudta próbálni azt, amit szeretne, és akkor avval tudott játszani megfelelő ideig. Úgyhogy most ez a terv, hogy jön át Máté és a barátnője, most asszonypajtás nem lesz itthon vasárnap, és hát dolgozni fog vasárnap is, mert sajnos nem sikerült, tehát ugye nagyon igyekszünk betartani a vasárnap pihenő napot, ő is, én is, de nem sikerült most. Megy el, és én nem tudom, 5-6 magasságába ér csak haza, és áthívtam Mátékat, rendelünk pizzát, meg VR headsetezünk, és kipróbálunk dolgokat. Szóval most ez tök jó lesz. Most ez lesz a vasárnapi program, és nagyon várom. Nagyon-nagyon várom egyébként. Nagyon fun lesz. Be kell setupolnom újra a VR-t, mert most éppen nincs besetupolva. Szombatra be akarom egyébként setupolni, mert szombaton szeretnék Elite Dangerous-t streamelni VR-ban. Az lenne az első játék, amit VR-ban streamelek. Még egy csomó mindenre rá kell jönnöm addig, de szerintem holnap annak nekiesek, hogy összerakjam azt, hogy látom a chatet, mert több megoldás is van rá, de egyik sem az, ami tetszik, de valószínűleg az, ami tetszik, az nem is lesz, mert az csak vibe-os megoldás. Úgyhogy ja, Elite Dangerous-ezünk majd. VR Elite Dangerous-ezünk. Wow, ez a verseny nagyon hosszú. És lehet, hogy azért érződik egyébként ennyire hosszúnak, mert közben az ellenfelek nem erőse. Szája! Ez fun lesz most. Meg még beszélek mai mivel, hogy akkor holnap reggel össze tudunk-e hozni egy reggelizést, vagy nem. Simán elképzelte egyébként, hogy nem. Azt mondta, nagyon-nagyon tele van a napja. Illetve holnap megyek LEGO Store-ba amúgy. Holnap megyek LEGO Store-ba, mert kim van két új Brickhead, az új Star Wars filmhez. A Sith Trooper, az Isten. A piros ruhás, ilyen rohamosztagos Brickhead.
meg a Kylo Rennek egy új brickhead-e egyben, ahol sisakban van. És ilyen vörösen ízik a sisakjának az ereje. És azt a brickhead-et be akarom szerezni. Én nagyon szeretem a brickhead-eket, nagyon-nagyon szeretem a brickhead-eket. Lehet, hogy én vagyok ezzel egyedül így Magyarországon, de én nem igaz, mert Zsolt is nagyon szeretem a brickhead-eket. Nagyon szeretem, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kell szereznem. Jézus, de le vannak maradva. Hát igen, képzeljétek kell, hogy ez hardon van ráadásul. Mondjuk ez a verseny, ez most nem az én kocsimnak a súlycsoportja egyébként. Az előző verseny sem volt, csak az előző versenyen az ő autóik voltak jobbak. Sokkal. Nem sokkal, de jobbak voltak. Itt meg az én autóm jobb sokkal. Tehát ez most... Valami nem oké az FPS számmal egyébként. Nagyon-nagyon kellemetlen. Nem tudom, hogy a streamben mennyire jön át. De hogy nagyon-nagyon kellemetlen. Mintha ilyen folyamatos ilyen mikrolaggjai lennének. Nagyon-nagyon kellemetlen egyébként. Halvány elképzelésem nem sincs miért. Hát teljesen. Ja, azt el tudom képzelni egyébként. Nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. És nem értem miért. De tényleg nem. Mindegy. Mindegy, úgyse olyan hosszú ez a mai stream. Egy körül szerintem lelövöm, ahogy szerezzük a pénzt, valószínűleg jók leszünk. Összes lag is átjön. Oké, mennyi? Nagyon nézhetetlen, játszunk mást. Nem tudom, hogy ti mennyire látjátok. Játszhatunk mást egyébként, hogyha problémás. Mert itt nyilván a Ferrari-t azért csak megvenném. Bár mondjuk onnantól meg már csak tuningolunk, szóval. Ha szeretnétek, játszhatunk mást. Toljuk még egy kicsit. Nem nagyon vészes. Az alagútban nagyon rossz. Játszani sem jó egyébként. Nem tudom, mi baj van. Mindegy, is őszinte leszek. Az van egyébként, hogy egyszerűen nem érdekel. Tehát, hogy én nekem az az érzésem, hogy én megtettem mindent, hogy a számítás technikai felkészültségem megfelelő legyen, és én tényleg azt érzem, hogy teljesen szemrebbenés nélkül mondhatom azt, hogy ez az a játék. Nem vagyok benne biztos, hogy az, de hogy vagy Windows, vagy ilyenek. Az alagút a bajos. Tök fura, nekem az alagút, mondom, hogy nem részes. Ezekben a kanyarokban viszont borzalmas. Tehát most ezek a kanyarok, ezek szörnyűek. De olyan közel van a cél. Mennyi is? 1 millió? 100 x-ezer? És akkor az optikai tuningra kell még egy kicsi pénz, a motor tuningot meg max nem rakjuk bele. Megnézzük, hogy elvileg mennyi kihozhatunk belőle. Vagy tudjátok mit? Legyünk kemények. Most már nekem mellettünk. Én leveszem szemreben és nem külmédiumra. Rohadjál el. Nekem mindegy. Mit összeget, azt nem értem, én se. És csak már nincs erőm. Én nem látom, hogy biztosan változott volna. Én nem érzem, hogy nagyon változott volna. Egy millió nem elég. Nem, egy millió nem elég. Egy millió száz maga. Egy millió száz tizennégy talán maga az autó. És mit tudom én, ha szerintem összeszedünk egy olyan 1 millió 2-t, akkor az igen. De hogy most már vannak ilyen versenyünk, amik ilyen 60-70 ezeket fizetnek, hát akkor ez viszonylag gyorsan meg. A világ. Potato PC, ja, potato PC a para. Még jobb ballagol. Én szerintem ez nem lett jobb, srácok. Annyira szeretem, amikor valami baj van, és még a grafikai beállítás sem. Tehát, hogy így, még csak nem is próbál úgy tenni, mintha egyébként így, nem tudom, nem összeakadna éppen valami a háttérben valamivel. Mindegy, este Minecraftozok, azzal legalább nincsen technikai probléma mostanában. A Let's Play sorozat idején volt, azt csendesen hozzá kell tennem.
a Let's Play sorozat idején rengeteg technikai is volt a Minecraft-tal. Mondjuk azzal a mappel még mindig van. Nem lehet, hogy még fut a Star Citizen? Oh, no. Nem lehet. Szerintem ugyanolyan rossz, szerintem is. Szerintem teljesen ugyanolyan rossz. Azon gondolkozom, hogy egyetlen lementettem el amúgy a beállításért a kommunikációt. Kéne egy Potato PCL mód. Hát ez mennyire flash lenne egy Potato PCL mód. Nem, ez semmivel se lehet jó. Na most már nem fog menni a Minecraft sem. Azt mondod, hogy a Star Citizen ekkora károkat ütött a számítógépem lelkébe. Nem, ez borzol. Oké, semmi baj, mennyi pénzünk van? Ne. Tudjátok, hogy ne figyeljünk rá. Amikor figyelünk rá, akkor sokkal rosszabb. Ó, Daniel Lord, nem olyan rossz ez a Minecraft egyébként, nehogy a szint. Sokkal könnyebb, mint én gondoltam valaha az a játék amúgy. Az ilyen ütlegelős részei, de hogy nem olyan rossz az a játék. Nem azért ennyire sikeres, mert nem tudom mennyit költöttek a marketingére. Egyszerűen egy ilyen hosszú ideig a marketing hatása nem tart ki. Ez a játék nagyon is jó. Tudom, hogy nem divat szeretni a Minecraftot, meg a Minecraft így gyerekeknek való, úgy gyerekeknek való, meg divat fikázni, mondjuk most már nem 2016-ot írunk, hála az égnek, szóval most már annyira nem, de hogy még mindig divat. De hogy egyáltalán, az a játék az zseni. Mondom, én szemrebbenés nélkül szavaznám meg az évtized játékának, simán. Olyan gondolkodás nélkül, és tudom, hogy van egy csomó játék, ami, és tudom, hogy van egy csomó ember, aki nem ért ezzel egyet, de hogy ilyen általános hatásilag, de úgy értem, hogy játékipar, hogy így magára, a kultúrára hatásilag, azért így abszolút ott van, mit tudom én, a Skyrimben, meg a izének talán még kevesebb is, a Witchernek. De egy ilyen így szemrebbenés nélkül. Valószínűleg nyilván van egy halom ember, nagyon dühös lenne, ha valami... De ha nekem lenne egy ilyen az évtized legjobb játékai felsorolásom, teljesen biztos, hogy a Minecraft lenne az elején. Olyan szintű hatást gyakorolt egyébként a társadalmunkra, és úgy tartja magát még mindig, hogy az valami hihetetlen. Azt gyakorlatilag egy másik játék sem tudja felmutatni. Úgyhogy én csak ajánlani tudom egyébként, hogy kipróbáld. Nyilván fura. Tényleg nyilván fura, mert nem fogja meg a kezed és mondja el, hogy akkor most ezt csinálod. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes Minecraft karrieredet leélheted úgy, hogy nem jutsz el soha advanced cuccokig, vagy nem csinálsz meg olyan advanced cuccokig, amiket én értek advanced cuccoknak. És ez viszonylag egyszerűen kiheted. Most nem enchantolt páncélokra, meg ilyenekre gondolok, hanem tényleg advanced cuccokra. Amiket építeni kell, és mit tudom én. Elkezdve akkor nincs megállás. Subnautica sokkal jobban fogja a kezed, mint a Minecraft. Sokkal jobban fogja. Na nézzük, hogy állunk pénzügyileg. Not bad. Ez mi a retek? Miért vannak emberek a játékomban? Miért van egy ember a játékomban? Több ember is. Multiplayer-t nyitottam volna. Ácsi. Mariónak azért nagyobb volt a hatása. Igen, de nem az ebben az évtizedben megjelent Mariónak.
Teljesen egyetértek, hogy a társadalmi hatása a Mario-nak hatalmas volt, de nem a most megjelent Mario-knak. A most megjelent Mario-k azok elsősorban lovagolják a régebbi Mario-kat, ilyen értelemben. Ami eredetileg felépítette, tehát hogy ami eredetileg felépítette, igen. Lehet azért is akad? Ha ez kiderül, akkor nagyon-nagyon. De hogy én play solo-t én... Azon gondolkozom, hogy a játékom a szélete 4K-stérre át lett jobb lesz a minőség, nem lesz jobb. Úgy döntött ez a videójáték, hogy nem fut. De egyébként abszolút értem, Szefi, hogy mire gondolsz. Abszolút értem, hogy mire gondolsz. Vannak egyébként ide még? Vannak, oh god. Jaj, nem tudom, hogy... nem tudom, hogy mi baja van. Nem is érdekel, valószínűleg valami akad valamivel. Non-stop ilyenekbe szaladok bele, a mostani játékok egyszerűen hihetetlenek. Általában az OBS-sel akad minden is. Tehát, hogy az ég egyett a világon minden is. Nincsenek idióták, ugye? Nincsenek. Na, terepre ilyen laggal tudod, hogy nem megyek. Vagy ilyen szaggatással. Na nézzük, miből élünk. Ez is egy 65 ezres verseny. Mi az Isten? Mitől lettek ezek ennyire drágák, ezek a versenyek? Attól, hogy befejeztem a sztorit. Ja, ezek nem lettek drágák, hála az égnek. Negyvenhétezres sprint. Hát? Megyünk oda. Subnautikát nagyon nem hívnám alul értékeltnek azért. Én legalábbis nem láttam, hogy alul értékelt lenne. Bár közben lehet, hogy ne egy kicsit igen. Nem lett jobb. Hála az égnek nem azért volt. Isten. Lehet, hogy igazából a Subnautica alulértékelt. Mert azért nem láttam alulértékeltnek, mert szerintem nagyon sokan dicsérik. Tehát, hogy így értem. De hogy közben meg annyira nagy figyelmet mégse kapom úgy. Én személy szerint nem szeretem annyira egyébként. De közben meg simán lehet, hogy azért, mert mindig csak szöszöltem, és nem csináltam a sztorit. Lehetséges, hogy ki kéne próbálni a Subnauticát. Mármint úgy, hogy elkezdem csinálni a sztorit. Hány óra körülbelül, ha ilyen sztori-orientáltan csinálja az ember, és nem épít ilyen unlimited méretű? Mert én inkább a bázisépítésben mélyültem el mindig, és azt nem élvezem benne annyira. Subnautica baja a multi hiánya. Hát, én nem vagyok benne biztos, hogy minden játékba be kell erőltetni a multiplayer-t. Mert én tudom, hogy megpróbálják, de hogy én így nem vagyok benne szeszhezők, hogy biztos, hogy minden játékba be kell erőltetni a multiplayer-t. Hoppa. Mindent úgy csináltam, ahogy kell. Hát én valószínűleg nem fogom úgy csinálni, ahogy kell.
Lehet, hogy jövőre neki kéne szaladni, és meg kéne csinálni a Subnautikát, meg a sztoriát végigjátszani. Annyian, tényleg annyian dicséritek, én meg sem játszottam még végig. Nagyon élvezem egyébként, amikor végigjátszunk egy játékot streamben. Én ugye nagyon-nagyon ritkán játszok végigjátékokat, általában azért, mert ugye a stream tematikám mindig olyan volt, hogy inkább csak kipróbáltam és mentem tovább, és nem nagyon volt időm visszatérni játékokra. De igazából össze, hogy nincs időm visszatérni játékokra, hogy ne lenne időm visszatérni játékokra. Mert értek, mire gondolok, tehát hogy kidönt arról, hogy nincs időm visszatérni játékokra. A StarCraft végigjátszást azt például úgy imádtam, hogy nagyon. Nagyon kevesen nézték a bármilyen másik streamemhez képest, de hogy attól függetlenül én ezt annyira imádtam. Annyira jó volt itt tényleg így végigmenni. Emlékszem, amikor először eszembe jutott, hogy ezt lehet, hogy csinálni kéne. És így végig számolgattam, hogy oké, akkor az mennyi idő lenne, vajon mennyi ideig fog tartani, mint tudom én. És akkor abban ugye még nyilván nem számoltam bele azt, hogy béna vagyok. És hogy nem minden fog sikerülni azonnal. Hello, köszönöm. Imádtam azt a StarCraft végigjátszást egyébként. Oh boy. Mellett az elég szégyenlet, és se sikerült ez a kanyar. Mindegy, egyszer utalértem már, szóval utal fogom megint csak. Csak attól még szégyenlet is ez a kanyar. Nem brutálisan meg tud indulni a Porsche, amikor... Annyira rossz egyébként ez, hogy így, mit tudom én, így figyelni kell azt is, hogy... Hát, hogy az emberek ezt nézik, azt nézik... És hogy nyilván én nem nagyon csinálom. Tehát, hogy ezt nyilván nem csinálom eléggé. De hogy ha erre az ember nagyon rááll fejben, akkor ezt teljesen szét tudja zúzni szerintem. Hogy így, ó, ezt nem játszom, mert ezt nem nézik, szerintem ezt teljesen mentálisan le tud rombolni egy embert. Amikor ennyire rááll. Nyilvánvalóan közben gazdaságilag meg megérheti, tehát hogy azért az balanszolhatja a dolog, de hogy... ez most egy teljesen más módon volt botrányosan rossz ez a kanyar. Kérem vissza az FPS-em! Könyörgöm! Subnautikának még lehet, hogy a nézettség is nem rossz. Mert én most nem nyilván végigjátszott mindenki. Mármint úgy értem, mindenki. Jó, már csak egy pár verseny is látszok, és aztán elbúcsúzunk a Need for Speed-től forever. Stardew az évtized játéka? Hát, biztos, hogy rajta lenne nekem is a top listámon. De a hatása azért egyértelműen elmarad a Minecrafthoz képest. Szerintem, hogy egy streamer nem szeret egy játékot és nem szívesen csinálja, ez nagyon látszik. Igen, ezzel én is egyetértek, hogy nagyon látszik. Viszont sajnos az is benne van, hogy a hogy nem igazán érdekli a nézők nagy részén. Tudom, ez nagyon rosszul hangzik, de nem érdekli a nézők nagy részén. Egyáltalán nem. Tehát, hogy sokkal inkább érdekli az, hogy a streamer azt csinálja. Annak ellenére, hogy nyilván nem ezt fújják, de a nézők nagy részét sokkal inkább érdekli az, hogy mivel játszik, mint az, hogy... Erre nagyon-nagyon sok példa van. Nagyon-nagyon sok példa van. Pont Dairus például, aki pont ma gondolkoztam ezen, hogy én őt nagyon-nagyon nem szerettem, ahogy streamel, de hogy nagyon szerettem az e-sport karrierét, és valószínűleg nagyon-nagyon sokan így vannak. És mindenki így írogatta, hogy no, nem lolozol, én akkor is követni foglak, mit tudom, ezt ilyen tökre beesett. Tehát, hogy nyilvánvalóan az emberek
nél ez egy ilyen összhang. Az is számít, hogy ki, és az is számít, hogy mit csinál. Van pár ember, akinél annyira nem. De hogy mindenkinél érződik egyébként, hogy... rossz volt a startunk. Mindenkinél érződik, hogy mennyire nagy ingások vannak egy olyan stream közben, amit az emberek látni akarnak, és egy olyan stream közben, amit nem annyira. Tehát így nem mondom, hogy egyáltalán nem számító tényező, hogy ki streameri azt a játékot, mert dehogy nem számít az a tényező. Dehogy... Dehogy egyáltalán nem számít nagyon részesen. Mert hogy sokkal... Nem ez nem igaz. Sokkal jobban számít az, hogy mit játszik, mint azt, hogy... És ez szerintem szomorú egyébként, de az a helyzet, hogy igazából én is így vagyok vele. Nagyon-nagyon kevés streamernél nézek meg akármit. Tehát Iminél szoktam megnézni akármit. Őnála belenézek mindenbe. Papinál szoktam. Tehát, meg hát nyilván mindenkinek vannak játékok, amit nem érdekli. Ezzel szerintem nincsen semmi baj. Kicsit én nekem személy szerint engem az zavar, hogy így mondjuk játékok tekintetében sokkal kevésbé érdeklődőek az emberek, mint kéne. Tehát van egy csomó ilyen tök jó menedzser játék, amiket ugye én pörgettem is, és gyakorlatilag csak negatív hatása volt. Pedig egyébként tök jó menedzser játékok. És közben meg mit tudom én, a Another Brick in the Mold, meg tökre szerette mindenki, amikor ez egy hulladékmenedzser játék. Vagy legalábbis akkoriban az az állapota, ami volt, az egy hulladék állapot volt. Tehát, hogy konkrétan az a menedzser játék borzalmasan rossz, amelyiket ott lehet hagyni, hogy működjön magától. És a Another Brick in the Mold, azt ha már összeszetapoltál egy boltot, egy közepesen jó boltot, ami nagyjából működött, akkor azt ott lehetett hagyni, akkoriban. Nem tudom, hogy azóta milyen frissítések érkeztek hozzá, lehet, hogy visszanézünk egyszer. De hogy az konkrétan, akkoriban, az egy menedzser játék egy hulladék volt, és mégis imádták az emberek. Tök durva nézettségeket hoztak. És aztán vannak tök jó menedzser játékok, amit meg tökre nem szeretnek. Szóval ez nekem mindig ilyen nagyon-nagyon fura egyébként, hogy vajon milyen rendszer, tehát miből ered az, hogy a nézők szeretnek egy játékot, vagy nem. Meg lehet mondani tapasztalati úton, de hogy be lehet tippelni tapasztalati úton, hogy mit fognak szeretni és mit nem, de hogy nem lehet, én nem tudnám így megmondani, hogy konkrétan miért. Tehát, hogy Another Brick in the Mold például miért szerettétek annyira, vagy miért szerették az akkori nézők annyira, azt én nem tudnám megmondani feltétlenül. És még pont az Another Brick in the Mall esetében tippelni sem biztos, hogy lehetett volna. Valószínűleg benne van az art style, az nagyon-nagyon komolyan benne van. Tehát, hogy lehet egy menedzser játék nagyon-nagyon jó, ha az art style-ja nem jó, és azon spóroltak, akkor az emberek lepattan, az biztos, hogy ez egy fontos érv. De hogy például mondjuk a Thief Simulator, meg a House Flipper, hogy azok miért lettek ekkora sikerek, annak az például tök izgalmas lenne így tartani. Gondolkoztam rajta, hogy elő akarom venni most a Factoriót majd amúgy. Nyilván nem emlékszem semmire, de hogy... Gondolkoztam rajta, hogy elő kéne venni. Ilyen délelőtti streamekbe egyébként. Délelőtti streamekben rárakom azokat a játékokat, amik nem számítanak annyira nézettség alapján. Tehát, hogy mit tudom én, az Autonautsot streameltem ugye kedden, és hát 200 néző volt az átlag nézőszám, amikor azon már följebb szoktunk lenni mostanában.
És nyilván így az ember így megrántja a vállát, és azt mondja, hogy jó, nem baj. De szerettem volna autonomuszozni, és hát egy délelőtti stream az. Ez egy délelőtti stream. Szóval gondolkozom azon, hogy elég kéne venni a Factoriót. Kéne csinálnom egy listát, hogy milyen játékokat kéne elővenni, mert csak most mondtam egymás után 3-4-et. Remek. Szóval csak most mondtam egymás után 3-4-et, és aztán meg amikor leülök és elkezdek gondolkozni, hogy miket lehetne streamelni, akkor még így mindig, hogy nem is tudom. Nincsen semmi, amit játszhatnék. És közben meg egyébként ott van a Steamemben, nem tudom, 500 játék. Ez annyira jellemző egyébként. Annyira nagyon jellemző. Factoriót mondtam, a Subnautikát mondtam, a Underbrick Kingdomot mondtam, hogy azokhoz vissza lehetne nézni. Ezeket össze kéne írni. Összeírom majd őket. Ezt a hármat nem annyira könnyű, nehéz megírni. Oh boy! Kiidegel a világba az, amit FPS szinten most produkál ez a videójáték. De mindegy, mindjárt meg lesz a pénz, és mehetünk tuningolni az autót. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ezt mondjuk fel lehet-e húzni 400 felé. Szeti felírta, yay, köszi Szeti! Mit kéne még csinálni? Még stream alatt rendelni kaját. Szóval még stream alatt rendelni kaját. Még nem tudom, van egyáltalán kávén. Akkor is tök rendelni kaját, csak máshonnan. Van egy hely, amit itt tökre szeretek, de nem lehet csak kávéval fizetni. És ilyenkor mindig így el kell gondolkozni, van egyáltalán itthon kávé. Mindig veszünk fel készpénzt azért, hogy rendeljünk tőlük, és akkor szépen előbb vagy utóbb elfogy. Meg ugye asszony pajtás, mint azt hiszem közalkalmazott, kap játékpénzt a nem tudom milyen kártyára. Szép kártya, vagy nem tudom mire hívja. És ráadásul egész sokat kap rá, és akkor lehetne onnan is azzal is fizetni, de ahol meg azzal lehet fizetni, az vagy a Pizza Forte, amivel én nyilvánvalóan okés vagyok, tehát hogy nekem nincs elvi probléma a Pizza Forte-vel. Csak nem ehetek minden nap pizzát, mert ez nem szuper egészséges. Most mi történt? Mit nyomtam, amit nem kellett volna olyan? Haha, lol, most már nem kapunk elég pénzt, hogy én ezt még egyszer leversenyezzem. Nem, én nem szeretem a gombát. Megeszem mondjuk mostanra már egyébként, de nem szeretem a gombát. Szia later noobs! Kifarmoltam belőletek a pénzt, amit ki akartam. Szerintem mehetünk egyébként, megvehetjük az autót. Meg tudjuk venni most az autót, ez biztos. Írd fel a Battlefront 2-t is, Szeti. Visszanéznék a multiplayerben. Nem tudom, hogy az embereknek azt érdekli, de írd fel a Battlefront 2-t. Ja, nem tudom, most kaját csinálsz, akkor ne írd fel. Gól. Satisfactory az nekem ilyen az év csalódása egyébként, pont most beszélgettük a Cubecast-ben, hogy én ezt nagyon-nagyon vártam, tehát ez nem az a tüntető jellegű fajta csalódás, hogy kijött az botrányos volt, hanem hogy egyszerűen unalmas. Tehát nekem a Satisfactory kifejezetten unalmas. Mert hogy kifejezetten unalmas. Hello! Hát akkor téged elvinnélek. Kiadtunk 1 millió dollárt egy autóra. Az mennyire flash?
Játszottam a Seven Days to Die-ja? Persze. Amikor megjelent akkoriban. Nagyon-nagyon régen. Akkor még nem volt jó. Most láttam, hogy Diesel most azt tolja. Simán lehet, hogy most már jó. Én akkoriban nem élveztem sem ennyire. Ez mennyire durva, hogy itt ebben a kis garázsban lakunk, nincs saját kecónk, de most gurulunk be egy ekkora autóval. Thank you, dude. Az új Verdánk. Hölgyeim és uraim, az új Verdánk. Na, a koncepció annyi, hogy matt fekete, csillogó arany. Jelenleg az elképzelés. De lehetséges, hogy nem. Van még 96 ezerünk. Ultimate Plus van benne. Aha, értem. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan cuccok vannak benne. Engine se lehet swappolni, milyen meglepő. Amit még nem érünk el. Mi kell ahhoz, hogy ezt elérjük? High heat races. Igen, fel lehet húzni 400 felé. Csendesen megjegyzem, fel lehet húzni 400 felé. Jelenleg semmit nem tudunk szinte belerakni. Az ég egyet a világon semmit. Egy jobb nitrót tudunk belerakni, és így nagyjából ennyi. Wow. Hát igen. Ez valahol várható volt. De cserébe rátapad az útra rendesen. Ezek nem változtatnak az ég egyet a világon semmit sem. Zseni, imádom. Nyilván ki lehet berhelni ezeket az alkatrészeket a játékból, csak teljesen felesleges, végeztünk minden sztorival. Nem tudom, nekem fura, hogy van egy csomó olyan late game content, amit így nem érsz el a sztori alatt, vagy nem kell elérned ezt. Nekem ez nagyon fura ez a mentalitás. A Need for Speed... De csúnya a segge. Ez csúnya a segge. Csúnya a segge. Hát... Nem a segge a legszebb, az biztos. Na nézzük, mit tudunk kihozni, mit lehet egyáltalán egyébként? Nyilván a kerék, ez nyilván. Oké, mit lehet egyáltalán tuningolni ezen a Verdán? A lámpákat. Át lehet tuningolni, srácok, a lámpákat nem létezőre. Azért ez a nem mindegy. Oké, ezt tudtuk, hogy nem ez a legtuningolhatóbb autó. Like ever. Határozott karakterváltozás. Határozott karakterváltozás. Ez azért van egyébként, hogyha elütünk egy gyalogost, akkor levágjuk a lábfejét, hogy biztos ne tudjon utánunk jönni. Ez konkrétan erre való. Na nézzük, milyen küszöbökből dolgozhatunk. Oké, tehát akkor ezek szerint van egy full carbon set az egész autóra, aztán csókolom. Oké, nekem ez tetszik. Ez a két kis valami ide hátra. A segge úgyse tetszett, nézzük. Oké, hát nem ettől fog most jobban tetszeni. Oké, akkor ezt akkor most felejtsük el. Köszönjük, ez jó próbálkozás volt.
Igazából meg tudjuk venni rá az egész kittet. Hát ez mennyire flash? Hogy van ott oldalt olyan, meg van középen ilyen. Nem, köszönöm. Jaj! Hát mi ez? Hát ez micsoda? Miért tennék ilyet? Jaj! Oké. Festés lesz itt a változás, én mondom. Oké, vegyük meg az egész cuccot. Mert hála az égnek, azért drágának nem drága. És nézzük meg úgy az autót. Oké, és akkor most nézzük meg távolra. Hát igazából csak kiebb hozza a karakterét, nem? Oké, vegyük meg a lámpákat is. Miért ne? Vegyük meg a lámpákat is. Vegyük meg a hudat is. Értek mindent. Megveszünk mindent. Mivel nincs nagyon sok tuning lehetőség, a visszapillantó tükröt nem lehet esetleg ilyen kis fém karikára kicserélni? Nem, ez a spoiler. Én nekem nem tetszik. De nem tudnám megmondani, hogy pontosan micsoda. Igen, valószínűleg az, hogy nagyon Batmobile lett. Nagyon hosszú az orra. Nagyon-nagyon hosszú az orra. Ne legyen ilyen hosszú az orra. Illetve nekem azok a lámpák tetszettek. Meghagyjuk az eredeti elejét. Ez az oldal, ez nem rossz egyébként. De ez a segg, ez nem jó. Übermacsó szuperhős járgány. Ja, meg is van. Ez az eredeti, vagy nem az eredeti? Ez így lehet, hogy jó. Igen, gyakorlatilag 3,5 alkatrészünk van, amit erre rá lehet rakni. Három és fél. Spoiler, az a spoiler, hogy nem végleges. Én bevallom őszintén, nekem tetszik. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg. Oké, nézzük meg a nélkül. Hát, ja. Hát, ja. Szépen lassan levettünk róla mindent. Nagyon jó. Money well spent. Én nekem lehet, hogy jobban tetszik így, de az oldala az így elég okés. Bár nem látom igazán mi a különbség. Ó, hogy ennyi. Well, akkor azért oké, és az oldala, mert eredetileg is az volt. That's nice. Képzeljétek el, amikor ránek így tuningolni, és így... Oh boy. Oh boy. Oh boy. Why would you do that? Rendes spoiler, mindjárt megnézzük majd, de szerintem nem. Oh, God.
Nem, nem, köszönöm. No thank you. Save changes. So van az save the changes. All the changes must be saved. Ó, oh, itt van még valami. Sound system. Nem lesz spoiler, srácok. Mi ez? Mi ez a két spoiler? Honnan loptátok? Melyik kiszé tuning valamiről loptátok? Tudjátok, hogy miben erősített meg ez a videójáték? Abban, hogy akarok karbonozni. Ennyiben erősített meg ez a videójáték. Akarok játszani a karbonnal. Toljuk le teljesen feketére. Úgyni, nagyon jó. És most fessük le az autót matra. My body is ready. Oké, annyira mégsem volt ready a body. Not that ready. Oké, nézzük, mik a lehetőségeink. Oké, próbáljuk meg ezt. Ja, csak ne szépen. Mindjárt kitaláljuk, hogy hogyan lehet change-elni a kolort. Van ebben olyan, hogy arany? És gondoltam pontosan, hogyan lesz nekem arany matricám, ezt valaki el tudja mondani? Volt valami konkrét koncepcióm az arany matricával kapcsolatban, vagy csak kitaláltam, hogy lehetne valami arany? Festés van, nem? Nem tudom. Nekünk matrica kéne egyébként. Look at that not arany matrica. Hogy vagyok? Köszönöm kérdésed, jól. És te, hogy ityeg? Te nagyon győzik, és nem is eszembe sincs egyébként, csak keresek dolgot, ami arany. Ez az 1% közel. Van, igen, ez az 1% klubos matrica, az biztos nagyon jó. Úgy tudod, mi a nagyon győzik, és... Holy guacamole, lehet ízlés viccemod ebben a videójátékban. Micsoda világot élünk. Ez egész zebra csíkos. Ja. Igen, az egy nagy kör lenne. Ez mi a sár? Ez jól látom, hogy ez sár. Nem, ez rozsda.
Ez rozsda textúra. Nagyon jó. Look at it go. Look at it! ...38-es Hue, 95 Saturn az arany verzőt, de hogy merjél. Ha esetleg valakinek nem lenne egyértelmű, na jó. Keressünk egy normális formát. Mikor a karbonelem rozsdás, mikor a karbonelem kap egy rozsda matricát. Tehát az a, az a nem mindegy azért. Hogy rozsdás nem lesz a karbonelem, csak valaki úgy akar csinálni, mintha az lenne. Oké, okay. Change color. Mit írtál? Nem, ez teljesen kizárt, hogy ez... Hogy ez 38 legyen. Jó, szuper glosszik vagyunk. Visszapillantó nem lesz színes? Ja, ez még nem a végleges, itt még egyelőre a szín... Oh, hello! Hát ezért gondoltam, hogy lehet arany. Köszönöm szépen egyébként a 38-95-ös tippet. Szóval azt nem tudjuk még, hogy... hogy mi lesz arany az autón, azt tudjuk, hogy valami arany lesz az autón. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a rész. Az a helyzet, hogy nagyon szeretném, hogy aszimmetrikusan valami az orrán legyen az. Ha eltűnnek, ez nagyon sokat segít. Tehát nagyon-nagyon szeretném, hogy valami itt aszimmetrikusan legyen arany. Csak azt nem tudom, hogy minek kéne annak lenni elől. Ferrari logo nem tud arany lenni? Hát szerintem nem az... Tehát, hogy nem itt oldalt lesz, ez teljesen biztos. Right window. Igen, azt nagyon-nagyon szeretném, hogy... a right window-t lematricázzuk aranyra. Hát ez mennyire flash. Hogy le lehet az ablakokat matricázni. Well, erre nem gondoltam. Oké, nézzük, mik a területek, amiket egyáltalán lehet. Tudom, hogy meg fogtok őrülni egyébként az aszimmetriától, de hogy én nagyon fogom élvezni. Top. Oké, nézzük a topban mit tudunk csinálni. Hát van egy rossz hírem, ez nem lesz egyszerű. A legjobb az az lenne egyébként, ha egy háromszöget csinálnánk. Így. Ami egészen... Valahogy kövesse jobban az autóvonalát már, ha lehetne. Megflippeltük a négyzetet, srácok. Flip the hell out-a.
Oké, próbáljuk meg ezt. Mármint, hogy most éppen még nem látjátok, hogy mit próbálunk, de hogy ezt próbáljuk most épp. Change color. Pro. 38-95. Metal. Oké, tételezzük fel, hogy ezt itt hagyjuk ezt a matricát. És folytatjuk a fronton. Nyilván szuper könnyű lesz, mert nagyon megkönnyíti a dolgunkat a videójáték. Megint megflippeltük. Oké. Van ott valahol. Oké, tételezzük fel, hogy ez is nagyon jó, de ez nem az, amit szeretnénk. Mennyi volt az? 70? Ötven. Ah, nagyon jó. Pillanat. Ötven. Legyen 55, igen. Oké, szóval ott tartottunk, hogy az ott 55. Ide pedig rakunk egy négyzetet. Nyilván, mert mi más raknánk. Ami kellően nagy. És sort of követi az autóvonalait. Oké. Okay. Sajnos nem elég nagy. Így már elég nagy. Ezt játszhatjuk még egy ideig, ha szeretnéd. Köszönöm. Oké. Okay. Itt nem vagyok teljesen elégedett a matricák vonalvezetésével egyébként. Brightness 55, color metallic, saturation. Abszolút, ez is nagyon jól néz ki egyébként, de nem ez az, amit keresünk. Micsoda illeszkedés egyébként. Micsoda illeszkedés. Oké. Okay. Jó, két matrica igazából megvan. Ez pont az a gomb volt, amit kerestünk, semmi baj. Nyilvánvalóan szerettem volna, hogy ez így történjen. Alapvetően én kérek elnézést a létezésemért is. Megcsináljuk még egyszer, úgyis annyira élveztük. Oké. Okay. 38.
55 metal. Jó, és akkor most megpróbáljuk ezt szép. Oké. Okay. És mit kéne ahhoz? Ah, confirm. Nagyon jó. Oké, okay, két matricát igazából a világ összes munkájával sikerült elhelyeznünk. Az ég egyet a... Nem elég nagy a matrica. Ah, nem elég nagy a matrica, mert de kell, nem elég nagy a matrica. Semmi baj, a színet oké. Ez is mennyire jó, hogy itt van egy ilyen törés benne. Ezt valahogy ki lehetne használni jól. De nem tudom sajnos, hogy hogyan. Ahhoz már nem vagyok elég ügyes. Nem, köszönöm. Inkább használjuk ki az autó eredeti vonalait. Annyira fura, hogy az ott lent annyira ott van. Olyan, mintha az nem követné az egyenes vonalat egyébként. Pedig valószínűleg gondolom követi. Csak pont úgy törik az autón, mintha nem követné. Takarja egy fekete matricával, nem tudod kikeverni a... De valószínűleg ez nem lesz ennél jobb. Úgyhogy tökéletes. Oké. Okay. És jöhet az autó oldalára az utolsó matricám. Elhittétek még, az utolsó. Ácsi. Az ott melyik részhez tartozik? Vagy nem tartozik a felsőhöz? És mindegy. Furán működik ez a matrica itt, azt kell, hogy mondjam. Furcsa dolgokat csinál az aranyozása, na. Let's be real. Lenne igazán jó, ha így pont így keresztbe vágná a logót. Megnézném közelebbről, de olyat nem szabad. Közelebbről nézés a gyengék fegyvere. De ennél laposabban szeretném. Akkor a következő megoldás az az, hogy benne legyen az egész az aranyban. Oké, tételezzük fel, hogy ez lesz az.
Oké. Beraktuk ezt a matricát ide. Reménykedjünk benne, hogy úgy odavaló. Tudjátok, mi lenne még nagyon jó? Vagy mi lenne még izgalmas, ha ezt a vonalat próbálnánk követni? De akkor az egész oldalon nagyon aranyozott lenne, szóval azt én nem szeretném. Ott van egy Recent Colors. Ó, köszönöm. Hazudnék, ha azt mondom, hogy észrevettem. De valószínűleg ezt észrevettétek, hogy nem vettem észre. De ez nem az. Tehát, hogy így... Így már az. Tehát, hogy Recent Colors, but not that recent. Oké. Okay. Ezt nagyon könnyű lesz illeszteni, mert nyilvánvalóan pont a másik irányból van a fény az autóra. Én nem. A matt fekete miatt nem könnyű. Oké, okay, próbáljuk meg eltalálni azt a szöget, ahogy az ott halad. Nem lehet olyan nehéz. Az ott a Viktor elsősorban magának. Köszönöm, azt ott nem szeretnénk hátul, ott akármi is történik. Ez jó lenne, ha nem történne. Bár valószínűleg annak ott történnie kell majd, és ez történni is fog. Well, that ain't gonna cut it, mate. That ain't gonna cut it. Én nem szeretném, hogy ez ott úgy történjen. Ezt így nem lehetne, hogy ez ott úgy nem történik? Megegyezhetnénk abban, hogy te azt ott nem csinálod? Nem? Nem, az ott valószínűleg kizárt, hogy abban ott megegyezzünk, hogy azt ő ott nem csinálja. Oké, tudjátok, mit fogunk most kipróbálni? Egy másik formát. Hát ez ugyanaz a forma. Gondolhattátok volna azonnal. És milyen igazatok lett volna egyébként. Ne jó ez a zene hozzá, de hogy... Igazából csak matricázunk egy nagyon drága autót. Mi mehet félre? Az a válasz nem helyes, hogy minden. Not bad. But it is bad. Így jobban tetszik egyébként, hogy ott a végét felcsapjuk, de még ettől függetlenül nem igazi az öröm. Most a szög. Vagy inkább így kéne állnia? Több-több matricával fogjuk tudni ezt megoldani. Szóval, hogy minél több a matrica, annál problematikusabb a dolog. Nem, ez most biztos, hogy nem az a szög, amit keresünk. Igen? Mennyire... Nézzétek, az a homlokom! Oké. Tételezzük fel.
Nem jó. Ha látnátok, hogy még a nyelvem is kín van egyébként. Annyira koncentrálok. Oké. Okay. Jó, lehet, hogy ez így okébb. Jó, ezennél nem lesz jobb. Szerintem nem tudom megnézni, mert ez egy háromszög, az meg egy négyzet. Csak mondom csendesen egyébként közben. Illetve nem tudom, hogy a rotationnek van-e bármilyen kiírt értéke, mert szerintem nincs. Szerintetek, ha ezt csak ide rávágom. Akkor ezt így látni fogjuk később. Mondjuk most ide leteszek egy ilyen matricát. Megmondható ott a különbség. Hát ott abban a kis háromszögben igen, de hogy amúgy nem. Hú, kikönyörgök én itt minden formát, amit szeretnék kikönyörögni. Ott van, hogy hagyd fog bal fent. Igen? Oh. Well. Ebben az esetben egy háromszögről van ott is szó, mert hogy itt és ott meg nem. Wow, kijátszottuk a játékot, úgyhogy ilyenekre nem jöttünk rá. Vagy hát én nem jöttem rá. Egy szót sem, barátaim, egy szót sem. Ebben az esetben tényleg megmaradhatunk abban, hogy úgy túl könnyű lenne. Oké. Okay. Perfect. Semmi baj. Na eljöttek, akkor ezt viszont most tudjuk használni. 324 fok. Ott szerintem valaki hazudik, de jó lesz. Szeretném közelebbről nézni ezt a személygépjárművet, de sajnos nem adatik meg a lehetőség. Srácok, nagyon jól haladunk. Ebből ma még aranyozott Verda lesz. Diszkréten aranyozott ráadásul. Erre varjatok gombot. Nem diszkréten, azért ezt nem mondanám. De hogy na, de aranyozott. Kicsit pecsi.
Oké. Ha nem látod, akkor ezt beállíthatsz valami rikító szint. Igen. Ez így van. Ne! Mert mint úgy értettem, hogy ne, csak nem ment arrébb. Oké. Okay. Nice. Nice! Egész jól haladunk. Na találjuk ki, hogy mit tudunk csinálni itt az aljával. Az lesz a következő nagy kérdés. 324, azt hiszem. 324 is the real deal. Ez lesz a cégem neve, ha autóaranyozással fogok foglalkozni. És csak ti nézők fogjátok tudni, hogy mi az Istenről beszélek. Oké, nézzük itt, mik a lehetőségeink. Semmi. Az ég egyet a világon. Oké. Bizony, és kedvezményetek is lesz. Aki bemondja azt, hogy aki tudni fogja, hogy honnan van a 324, annak nem adok egy marha nagy maflást. Ne kérjetek kedvezményt, amikor egy Porsche-t aranyoztattok, mik vagytok ti, csövesek? Nem, nem. 322, bocs. Nem is 324 igazából, hanem 322. Szaboknak aranyárba dolgozok? Mint anyagárba? Igen, a szaboknak aranyárban dolgozom. Jaj, milyen félreolvasás volt ez egyébként. Az anyagárat aranyárnak olvasni. Igen, szóval a szaboknak aranyárban dolgozom. Na, azt most találjátok, hogy melyikre gondoltam igazából. Jó, akkor most ott az alján kéne befejeznünk azt a matricát. Én érzem, hogy menni fog, ez nem lesz annyira nehéz. Nagyon jó. Oké, és akkor most már csak igazából az utolsó szakasz az, ami hátra van. Ez egy kicsit talán aranyárban. Jó, igen, hát ezt felreolvastam, na. Hát ez van, a legjobbakkal is, a legjobbakkal is. Na, azt most próbáljuk kisakkozni ott azt a végét. Hogyan lenne ez itt így jó? Valahogy így lenne jó, nem? Hát így szemre. Szemre így azt mondjuk, hogy ennyi, de aranyozott vagy ott. Na ez nem fog összeállni mindenhonnan, szóval ez konkrétan egy szögből fog összeállni, aztán csőke. És ez az egy szög, az ez lesz. Nincs valami visszavonás? Nincs. Jó, mindegy. Semmi baj, nyilván belövöm újra, hát hogy ne lőném be újra? Mit csinálnék, ha nem azt? Tökéletes. Mintha az az elem ott belülről is aranyozva lenne. Csak mondom. Kicsit itt hátul nem tökéletes. Ott mintha lenne egy lyuk. Ja nem, az a mostani matricának a kerete. Majdnem olyan, mint egy lyuk, csak nem lyuk. Mit csináltál délelőtt? Ferrarit aranyoztam, mit csináltam volna? Mit csináltál délelőtt? Dolgoztál, hülye vagy? Szigorúan, hogy én is dolgozok, mondjuk. Nagyon jó. Öh.
Végeztünk. 322 az új 324. Igen, de szerintem... ne! Szerintem 322 volt az mindig is. Igen, 322 volt, csak rosszul emlékeztem. Én az a helyzet, hogy én ezzel az autóval sokkal elégedettebb vagyok, mint ezt egészségesen bemerném vallani. Mert hogy sokkal elégedettebb vagyok, mint ahogy ezt egészségesen bemerném vallani. És most már nincs más hátra, mint erre rárakni egy böszme nagy. Na, kész. Nem viccelek. Discard changes. Arannyal kéne ráírni egy pingvin harcos. Nem, az lenne egyébként, hogy így lenne az aranyozás, és itt hátul, amit nem tudok nektek meg, ó, dehogy nem tudok. Itt, hátul, ezen az alsó szakaszon, amit most nem láttok, mert kitakar a fejem. Ezen az alsó szakaszon lenne aranyszínűvel odaírva, hogy Sirius. De így, úgyhogy úgy, kövesse a vonalat, csak én ezt nem tudom megcsinálni, így, hogy fordítva. Nem. Szóval, hogy kövesse hátul a matrica vonalát, úgy lenne rá fölírva, hogy Sirius. Az alá kézírásommal. Perfect. Oh yes, annyira tetszenek ezek az ilyen... Aj! Annyira imádom az aszimmetriát, annyira imádom Aj, annyira imádom ezt az autót! Oké, várjátok, milyen matricák vannak még? Lehet olyan matricát, amit így értitek, hogy így... Aranyba csak föl kéne rávágni ezt a 1%-es matricán. Csak mondom. Ezt a stilizáltat. Igen, pont ekkorában gondoltam. Ebben nem olyan biztos, hogy ez rajta maradt, de mennyire fresh már. No worries, mindjárt meg lesz. Kis nice touchként. Nem, ez nem tetszik. Ha látnánk a széket. Ja, hát igen. Igen, ez para. Oké. Nem, én ezzel így elégedett vagyok. Mondom, ha lenne ilyen kis... The One Club. Ó, ezzel meg tudom mutatni, hogy hogyan gondolom a... Hogyan lenne ott az aláírásom, mert ezért... Miért van ott az a dolog? Meg a székem is miért van ott, igen, az is. Jó, tudjátok, mint most egy picit nem kell engem látnatok, mert különben nem fogjuk látni azt, amit szeret, viszont, amit viszont látnatok kéne. És most csak a hangomat, valamit a felnivel még csinálnunk kell, azt gondolom ti is tudjátok. Na, ez így tetszik. Nem látszik. Ne, még mindig tudom mozgatni! Ah, Istenem!
Tehát leokéztam már! Lehet egy picit nagyobb? Nem. Jó, egy picit lehet nagyobb. Oké, egy picit lehet nagyobb. Nem, sajnos nem lehet nagyobb. Következő méret már túl nagy. Such design, much wow. Vroom vroom, vroom vroom vroom. So vroom. Super vroom vroom, de csináljunk valamit a felnivel. Akár lehetne is egy gomba arra, hogy a kameraképet vissza tudjam rakni. Not to myself, ennem kell egy nagyobb stream decket. Szia Vince, nézd micsoda autónk van! Vagy autóm van. De igazából közös, de hogy érted? Oh yes! Sweet Jesus! Look at it! Vututututututu! Hát azért ez remélem nem csinál semmiféle vututututut. Look at it! Na, keressünk rá valami felni. Anélkül nem élet az élet. Na nézzük. Először is. Tök jó. Azt most minden kerékre rárakta vajon, vagy? Mindegy. Másodszor. Ez mi is? Ó, tudom. Nézd, ha ez nem lesz feketében, akkor nem leszünk jóban azért. Feketében szöveg nélkül. Vagy itt ne akarjak. Mat feketében esetleg? Jó, mindegy. Ennek secondary kolorja? Nincs. De azért aranyos, hogy feladja a lehetőséget. Persze, hogy ne lenne secondary kolorja? Hát na, hogy van secondary kolorja? Ó, hogy nincs secondary kolorja. Nyilvánvalóan. Bal első felnit aranyra. Megnézhetjük. De nem lehet csak a bal elsőt. Isten, mekkora pleb ez a játék, mert szerintem lett csak a bal elsőt. Ebben már mesterek vagyunk, srácok. Ez örökké beégett az agyunkba. Hoppá. Ez nem néz ki ugyanúgy, mint a matrica. Csak mondom csendesen, hogy ez nem néz ki ugyanúgy, mint a matrica. Nem lehet. Nem lehet. Vagy az összes első kerék. Ekkora pleb ez a játék, te jó Isten. Nonsense. Pedig mennyire jó lett volna. Valami terep mintás gumit rávághatnánk.
Mindegy, jó ez így. Hozzá se akarok nyúlni, jó lesz így. Uaa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 
srácok, összeraktunk egy ilyet is. Nem jobb jelenleg, mint a másik. Nem jobb. Nincsenek jobb értékei, mint a Porsche-nknak. Csináld meg a matricát a túloldalra. No, thank you. Az aszimetria nagyon fontos része a koncepciónak. Az aszimetria nagyon-nagyon fontos része a koncepciónak. Annyira szeretem az aszimmetrikus dolgokat. Lekéseltek egy tanárt osztályfőnök jó órán. Mi az Isten? Ó, nézzétek, már is saras. Még ki se álltunk, de már is saras. Megpróbálom nem nyomni a gombot, nehogy gáz nagyon, nehogy felcsapja a sarat. Óvatosan kiállunk. So sweet. So sweet. De jedlik az... Nem egy jó soli? Igaz, ez arab sejkes. Szerintem pont nem az. Tehát, hogy pont nem annyira brutális, mintha az egészet rearanyozod. Na jó, azért elég burzsúi, tehát azért ezt csendesen hozzá kell tenni. Rádudálnál egy ilyen autórát? Van neked szíved? Igen, és most már csak 20-szel megyünk, hogy a gumi alig kapjon, a kaszni meg ne koszolódjon. Hát nem koszoltunk össze egy ilyen autót. Ezt nem tehetjük meg. Boy, oh, boy, oh, jó mindegy. Ennyit erről átnéztem a csetet. Ezért nevezessetek srácok csetolvasás közben. És megint ugyanaz a takony idő van, mint mindig ebben a videójátékban. Folytonként egy milla a tisztítás, hát minimum. Kicsit megkarcoltuk, jó? Kicsit meg van karcolva, na! Akkor szar lett ez az önöfes. Szép munka. Menjél nyugodtan, él tovább a mindennapjaidat. Nem lett annyira jó, mint a régiek, tény. Ez egy verseny, sajnos nyomnom kéne ezt, ugye?
beleforulni, úgyhogy csak egy versenyt megyünk vele. Sána az én egy háromkörös verseny. Ezt úgyis bevásárlósnak vettük. Ebbe járunk majd boltba, nem ezzel járunk versenyezni. Az helyzet egyébként, hogy körülbelül úgy kanyarodik, mint a sinem menne. Tehát, hogy megnyomod, hogy kanyarodjon, akkor ő kanyarodik, igaz? A sebesség igazából nem számít. Csak jelképesen. Nem is néztem egyébként a tuningolás közben. Tudjátok, mi lenne szuper, ha az a lámpát vile középen erősebb pirosan világítanak. Ilyen kis izén, kis puhányan. Nem, én itt igazából nem akarok dolgozni, de rám szóltak, hogy muszáj. Úgyhogy én így ezt a szint választottam. Láttam ma, nem tudom, Nijmegen, vagy nem tudom hol, egy Skyline-t, aminek ilyen infinite effektes hátsó lámpái voltak. Tehát úgy, hogy ugye az egyik oldala a lámpának tükör, a hátsó fele, az első fele pedig egy ilyen egyik oldalról tükör, a másik oldalról meg ilyen normális üveg, vagy hát flexitudod, és akkor így kialakul egy ilyen végtelen fényeffekt, és annyira átkozott, túl jól néz ki, tudjátok, egy ilyen végtelen alagút, ugye van az a kör alakú ledsor, és akkor abból egy ilyen végtelen alagút alakul ki. És annyira jól nézett ki az a hátsó lámpa, és ezen az autón például szerintem tök állatul néz neki. És ez egy ilyen kis ötletes, nice touch, ilyen, tudjátok, ilyen letisztult, de közben meg ilyen kis tök látványos, tök különleges, hogy amikor így bekapcsolod, akkor így egyszerűen csak ilyen wow, ilyen tök cool effektje van, vagy mondjuk állsz mögötte a piros lámpánál. Mire durva, hogy bemész a munkahelyedre, és egyszerűen megkésel egy diák. Istenem, azért alapvetően tudom, hogy nagyon sok baj van az oktatással, és tudom, hogy nagyon sok baj van az oktatási rendszer, és nagyon sok tanára is nagyon sok baj van, de ezt nincs ember, aki ezt így, illetve hogy a diákokkal is, hihetetlen, kinek jut eszébe egyáltalán megkéselni a tanárát, és miért? Valami nagyon nem oké. És nyilván most ebben nem kell ilyen általánosan levetített dolgokat kihoznunk, mert minden diák ilyeneket sem, mert nem. De hogy ez mennyire kell valakinek így... Hát őszintén szóval bajban lennie. És itt most mentális állapotra gondolok. Srác kitűnő volt. Egy kitűnő emberke egyszer csak föláll. Megvettem a Star Citizent végül, ja, vettem azt a kis felfedezőhajót, a három személyes kis felfedezőhajót, azt megvettem. Nem, senkit nem kell megkéselni, nyilvánvalóan senkit. Nincs olyan, ami miatt jogos lenne az, hogy bárkit megkéselnek. De hogy már úgy értem, hogy mennyire bajban, hogy ez itt valami fejben nincs rendben akkor. Érted? Tehát, hogy simán lehet, tehát, hogy ott valami nagyon nagy baj van. Annak a srácnak a fejében. Főleg a kitűnő, és egyszer csak feláll, és... Nagyon fura. Na, srácok, viszont ezzel elérkeztünk a mai streamnek a végéhez. Mentünk egy kis próbaversenyt a dologgal. El is küldik. Hát, az a helyzet, hogy a magyarok, tehát nem nagyon lehet vele mit csinálni. Tehát ez egy, nem tudom, hogy ez gyilkossági kísérlet, vagy súlyos testi sértés. Az nyilvánvalóan ez a kettő között valahol fog majd kialakulni. Ezt kitalálják az emberek, most erre milyen teljesen felesleges nézni. De hogy ha már büntethető korban van, akkor ez már igazából nem csak az, hogy elküldik a suliból.
Ne, durva. Na jó van, srácok! Én szerintem az a helyzet, hogy ezzel lehet, hogy lassacskán elbúcsúzunk a... Elbúcsúzunk a Need for Speed-től. Szerintem most valószínűleg jó időre ez volt az utolsó Need for Speed streamünk. Ezt szerettem volna még megcsinálni, engem valami őszintén annyira az összegyűjtögetés, meg az ilyenek, az... az nem izgat, tehát hogy én azt nem fogom csinálni valószínűleg. Engem, egyébként engem érdekelne, hogy ilyenkor mi történik, vagy mi történt a sránccal. Tehát hogy nyilvánvalóan az alaptézis az, hogy nem csinálunk ilyet. De hogy azért ilyenkor abba is bele kell gondolni, hogy általában az emberek nem csinálnak ilyet. Tehát hogy nem azt mondom, hogy a tanár tett vele valamit, nem erre gondolok feltétlenül, hanem arra gondolok, hogy valami biztos, hogy történt a sránccal. Hogy nem okés. És ez lehet az, hogy mondjuk nem egészséges egyébként, mentálisan, mit tudom én. Ez annyira nehéz egyébként. Ez annyira nehéz. Arról meg nem is beszélve amúgy, hogy mondjuk a magyar hatóságok, meg mondjuk gyermekvédelem ilyenek, azok meg mennyire nincsenek felkészülve, vagy nincsenek erőforrásukban készen arra, hogy kezeljenek egy ilyen helyzetet. Ennél sokkal, sokkal kevésbé cifrább helyzeteket se tudnak már kezelni. Igen, tehát hogy mi billenti ki? Igen, ez az, ami... Ez is azért érdekes, nem azért érdekes, hogy most itt plötykáljunk róla, hogy az billentette ki, hogy... Hanem azért érdekes, hogy többet ne történjen meg. Hanem, hogy tudják az illetékesek, hogy mondjuk mi történhet. És nyilvánvalóan nem lehet garantálni se, hogy ne történjen meg, azért mondjuk az hozzá kell tenni, Magyarországon ilyen nem nagyon történik. De hogy igen, az a kérdés, hogy mi az Isten billenthet ki egy embert ennyire? Nem mondod, hogy a hátsó felniket nem állítottad be. Aj, nem állítottad be a hátsó felniket. Mert a felniket beállította, hála az égnek. Semmi más nem állított be. Kapott egy hármast a tanártól. Jó, azért azt tudjuk, hogy... Tehát hogy azért azt beláthatjuk, hogyha valaki... Valakit azt, hogy egy hármast kapott a tanártól, full kitűnőként, ez kibillent ennyire, akkor ott valami nem oké. Tehát hogy ott alapból, fejben valami nem volt oké. Értitek? És ennek biztos, hogy volt valami jele, csak nem gondolták valószínűleg ennyire komolyan. Az van, hogyha valaki, tehát hogy azért ezt sose felejtsük el, hogyha valakit kibillent olyan dolog, ami másoknak semmiség, akkor azzal nem volt oké valami alapból. Tehát hogy akkor ő ott valahogy nem tudta vagy a helyzetet értelmezni, vagy tehát hogy valahogy valami mentális stabilitás tekintetében valami nem volt oké. Tehát hogy azért általában a többséget azért nem billenti ki, mert nem kell, hogy kibillentse. Na mindegy, most ezt nyilván nem én fogjuk, nagyon remélem, hogy utána járnak rendesen, és nem az történik, mint ami általában, hogy fogják elítélik a népharag elsöpri, meg a izék, aztán gyakorlatilag egy életet keresztbe törnek, amikor egyébként lehet, hogy csak... Nyilván nem bocsátható meg, és nyilván legyen következménye, de hogy nem vagyok benne biztos, tehát hogy azért a mi érteknek érdemes utána járni. Tehát hogy én igazából ezen a véleményem vagyok, hogy a mi értéknek mindig utána érdemes utána járni, és egy kicsit azt is követni. Tehát a mentális egészség egyébként ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és ez egy nagyon-nagyon Magyarországon egyelőre még egyáltalán nem komolyan vett téma. Sőt, egyébként világszinten sem érzem feltétlenül komolyan vetnek azt, hogy divat mondjuk pszichológushoz járni, de hogy mondjuk nem elérhető az átlagos tömegek számára az, hogy pszichológushoz járjanak. Én ilyen mentál egészségben abszolút azon a véleményem vagyok, hogy mindenkinek kötelező. Tehát például az önismeret, amit most jelenleg asszonypajtást csinál, az olyan szuper brutálisan kemény amúgy. De hogy tény és valahogy nem engedheti meg mindenki magának, hogy mondjuk az ő esetében ugye más van, aki kötelező.
tanulmányai miatt, de hogy egyébként nem engedheti meg mindenki magának, hogy mondjuk nagyságrendileg mondjuk 1,5 milliót elköltsön arra, hogy mentál egészséggel törődjön egy 3 éves periódus alatt. Tehát, hogy emiatt nem okés ez így, ez a rendszer, és emiatt mondom, hogy nincsen sehol komolyan véve, hogy elméletileg van olyan pszichológus, aki ez el lehetne jutni ilyen STK rendszerben, tehát, hogy így benne van az egészségbiztosításban, de gyakorlatban nincs. De na mindegy. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy... Az van, hogy én nem szeretem feltétlenül azokat a felületes megoldásokat, hogy most nyilván most lehetne mindenki haragos a srácra, és nyilván az is mindenki, nyilván tökre... De hogy ez nem... Tehát ez egy sokkal rosszabb segélykiáltás, mint egy öngyilkossági kísérlet, de ez egy hasonló segélykiáltás is lehet. Ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül az lehet, hogy csak simán meg van kattanva. És akkor viszont van olyan helyzet, ahonnan nem lehet visszahozni. De akkor annak is... Vagy volt folyamata, tehát gondolom nem gimnáziumban vették észre, hogy mondjuk születetten. Nem tudom, agresszív autizmussal küzd, nem tudom mi a neve, de van az autizmus, ez lehet ilyen agresszív tünetekkel járó dolog. Tehát gondolom valaki észrevette volna ennyi év alatt. Vannak esztékes pszichológusok, csak nincs. Tehát, hogy gyakorlatban nincs. Nekem van ismerősem, aki próbálkozott, és akkor mit tudom én, amikor pont ment volna, akkor azt hiszem valami egy hónapra vagy két hónapra szabadságon volt, tehát hogy így gyakorlatban nem elérhető. Tehát, hogy ez Budapesten van egyébként. Hogy nem volt elérhető, és amikor meg elérhető volt, akkor meg le akarta tudni azonnal. Na mindegy, nehéz ez, nagyon-nagyon nehéz egyébként, és emiatt kell nagyon figyelnünk egymásra. Nem csak amiatt, hogy most ne késerődjön meg valaki a végén, nyilván azért is, hogy ne késerődjön meg a végén valaki, hanem azért is, hogy nem mindig van ilyen hárs tünete, de hogy attól még vannak nagyon komolyan saját démonokkal küzdő emberek. Srácok, raiderünk valakit, és aztán lesz délután este Minecraft. Valószínűleg inkább este, meg van csúszva az egész nap. Szeretném összerakni ott a fényeket. Őszintén szóval szeretnék elmenni sétálni is egyet ebéd után. Meg kell csinálnom az adventi kalendáriumot. Szóval valószínűleg este felé ilyen 6 körült látok reálisnak. Lesz a Minecraft. Dolgozunk tovább az endben. Nem nagyon tudok más csinálni igazából. Gigét olyan régen rédeltük. Ne vigyétek át hozzá ezt a témát, légy szíves. Most itt szerintem nem baj, hogy beszéltünk róla, de... Tehát akkor egy ismerősöd nem tudott elmenni a dokihoz, és akkor már nincs. Azt ugye tudod, hogy a feleségem pszichológusként dolgozik. Tehát, hogy mert mint, hogy az információ gondolom megvan, hogy a feleségem pszichológusként dolgozik a barátnőjei. Barátnői pszichológusként dolgoznak. Van, aki kórházban, van, aki nem. Szóval igen, valószínűleg a példámon keresztül nem jött át jól a dolog. És tudom, hogy létezik, úgyhogy ez egy rossz szóhasználat volt. De hogy nem áll. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az egészségügy bajban van, mert pedig ezt mondjuk, van, aki nem mondja, ő pedig elmehet a fenébe és megrőhatatottan szeretne. Azt tudjuk, hogy az egészségügy bajban van, akkor azon belül a pszichológus része még inkább bajban van. Tehát, hogy hatványozottan bajban van. Azért ezt tökre szeretném, hogy erre válaszoljam úgy, hogy mikor ezt a kérdést feltetted cseten, akkor tudtad-e ezeket az információkat, vagy nem. De nyilván ez már nem fog megtörténni, általában nem történik meg. Addigra már valahogy elfogy a lendület. Tehát akkor igen, pontosítsunk a dolgon, létezik ez, de nem működik nagyon jól. Ja, szóval ebbe pont valamennyire belelátok, nem azt mondom, hogy nagyon. A gyermekvédelemben jobban, mert a feleségem az pont gyermekvédelemben van, és ott pszichológus, attól sem vagyunk ilyen végtelen gosuk, tehát attól sem látjuk, hogy minden hogy van. Azt tudjuk, hogy mondjuk a 17. kerületben mi van és mi nincs, aminek törvényszinten kéne lennie, de nincs.
És azt tudjuk, hogy mennyire mondjuk túl vannak terhelve. Az egészségügyben pedig ugye nyilvánvalóan másokon. Tehát, hogy mondjuk látjuk, hogy mennyi a fizetése az egészségügyben egy pszichológusnak. Tehát, hogy az például pontosan tudjuk. És tegyük hozzá, hogy egy jó zeneszű pszichológus annyiért nem kell fel reggel 5-kor. Vagy nem ér be reggel 5-re. Amennyit ott keresnek. Mármint, hogy olyannyira keveset keresnek, hogy nem lehet belőle fizetni a saját képzéseiket se. Tehát abban az esetben, ha fent kell tartaniuk egy saját ingatlant, amit elég nehéz abból a fizetésből, ami minden orvosra igaz, tehát ez minden orvosra igaz, ez abszolút minden orvosra igaz, mindenki alul fizetett, csak tegyük hozzá, hogy a pszichológia, mivel ugye egy kicsit ilyen megvetett kategóriában van, tehát hogy még nem egy ilyen általánosan elfogadott tény, hogyha fáj a bokád, akkor elmész orvoshoz, de hogyha valami nem okés az életedben, akkor nem mész el orvoshoz vele. Tehát hogy ugye nem egy ilyen általánosan elfogadott dolog. De hogy tény és való, az ismerősös példa nem volt jó. Tehát, hogy tény is való, hogy az ismerős is példa nem volt jó, ebben teljesen igazad van. Na mindegy. Lehet, hogy most nem is érdelek senkit. Ezt a témát ne vigyük át máshova. Találkozunk délután, srácok. Találkozunk délután, és remélhetőleg a Minecraft működni fog. Nem tudom, hogy miért akadt össze a Need for Speed az OBS-sel. Halvány elképzelésem sincs. Tényleg, ha megyek készen is, nem sincs, mi baja van éppen, de összeakadt, úgyhogy ez most így rosszul ment, de a célt a sikerült elérni. Megvettünk egy drága autót, feltuningoltuk úgy, ahogy szerettük volna, ugye mi nem motorilag szerettük volna, vagy én nem motorilag szerettem volna feltétlenül. Fel lehet tuningolni motorilag is egyébként. Nagyon fura egyébként. Ez a valóságban is így? Valószínűleg a valóságban is így van. Hogy sokkal jobb nem ilyen fullos autókkal dolgozni. Délután van. Jó, este! Este találkozunk! Na jól van! Mindenkinek szép napot! Sziasztok!